Miért emelem? Biztos vagyok benne, hogy nem a feladatom, hogy bárkit az MLM előnyeiről győzködjek, pláne, hogy megpróbáljak egy MLM ellenes embert átfordítani a sötét oldalra. Én csupán elmondom azokat az előnyöket, amiket én megtaláltam ebben az életformában. Bojtya Zoltán vagyok, és 2011 óta, vagyis 8 éve foglalkozom network marketinggel, és sikerült egy gyémánt szintet elérnem benne. Hogy ez sok vagy kevés, az nézőpont kérdése. Vannak nem kevesen, akik ennél sokkal többet értek már el, és tömegével vannak olyanok is, akik soha az életben nem jutnak el ide. A passzív jövedelmemet pedig egészen biztosan bárki szívesen zsebre tenné. Ezeket azért akartam előjáróban elmondani, hogy érzékeltessem, hogy értek ahhoz, amiről beszélek. Még annyit magamról, hogy én egy elemző típus vagyok, aki folyamatosan megfigyeli maga körül az embereket, a folyamatokat, és azokból következtetéseket vonok le. Egy ilyen megfigyelésem nem sokkal azután volt, amikor ebből a kamionból kiszálltam. Ez egy bal első durdefekt eredménye, ami után kórházba kerültem, majd 3 hónapig egy fűzőt kellett viselnem a csigolyatörésem miatt. A munkaadóm azonnal elbocsájtott, hiszen nem tudtam dolgozni. Nem csak ebből az esetből, más esetekből is arra a következtetésre jutottam, hogy alkalmazottként csak egy szám vagyok. Egy eszköz, egy szerszám, amit bármikor ki lehet dobni, és egy újra lehet cserélni. Ha bárki azzal hitegeti magát, hogy neki biztos helye van a mostani munkáltatójánál, ő egy elismert és szeretett munkaerő, hát szerintem nagyon sok csalódni. Ebből a felismerésből adódik a következtetés, hogy érdemes a saját kezünkbe venni a sorsunkat. Érdemes arra törekedni, hogy ne függjünk senkitől. Nem beszélve a nyugdíj kérdéséről, ami egyáltalán nem megnyugtató. A jelenlegi nyugdíjrendszer hasonlatos a piramis játékhoz, a munkaerőpiacra újonnan belépők és a már bent lévők fizetik be azt a pénzt, amit a nyugdíjasoknak kifizetnek. Ha csökkennek a befizetések, nem lesz miből nyugdíjat fizetni. Nagyon keserű öregkor vár ránk, ha abban bízunk, hogy majd csak lesz valahogy. Vagy abban, hogy majd a politikusok megoldják a gondjainkat. Én abban hiszek, hogy az van elintézve, amit az ember személyesen maga intéz el. És itt jön a képbe a network marketing, mint megoldási lehetőség. De miért network marketing, amikor annyi rendes szakma is van a világon, igaz? Valószínűleg legalább egyet kitanultál te is, amivel többé-kevésbé el tudod magadat tartani. Valóban vannak más lehetőségek is, ha magad akarsz gondoskodni a saját anyagi jólétedről. Lehetsz például vállalkozó is. Én tagja vagyok a Facebookon egy-két olyan zárt csoportnak, ahol vállalkozók vannak, és ne tudd meg, hogy az mennyivel keményebb, mint az MLM. Ott mindenre neked kell figyelni, vagy ki kell szervezni jó pénzért a részfeladatokat, de az alvállalkozókat is ellenőrizned kell, ha nem akarsz kellemetlen meglepetéseket. És a kockázatod összehasonlíthatatlanul nagyobb, mintha egy MLM céghez csatlakoztál volna. És sajnos hagyományos vállalkozóként is igaz, hogyha egy baleset vagy betegség miatt kiesel a munkából, nem biztos, hogy a vállalkozásod automatikusan működik tovább és eltart magát. A leglátványosabb előnye egy MLM vállalkozásnak a sokkal alacsonyabb bekerülési költség. Még ha valami nagy kezdőcsomaggal csatlakozol is, akkor is sokkal kevesebb beruházásra van szükség, mintha egy KFT-t alapítanál, bérelnél egy irodát, vagy bármilyen hagyományos vállalkozásba kezdenél. További előny, hogyha jól választottál céget, akkor kapsz egy piacképes terméket, amire az embereknek szüksége van, és nem a te dolgod a gyártás, a csomagolás, a szállítás, a raktározás, kapod vele a teljes kiszolgáló személyzetet. Mindez puszira. Igaz, vannak hátrányok is. Nem mondja senki, hogy elfogult vagyok, nézzük meg az érem másik oldalát is. A termék alapú MLM-ben vagy benne, a termékhez nincs közöd. A minőséget, a csomagolást, a termékfejlesztést és az árat az anyacég tartja a kezében. Ha jó céghez csatlakoztál, akkor ez előny. De olyat is hallottam már, amikor a termékek színvonala folyamatosan csökkent, az áruk megnőtt. Na akkor bajban vagy. Nagyon-nagyon fontos, hogy jó céghez csatlakozz. De a cégválasztásról majd egy másik előadásban lesz szó. Többé-kevésbé a marketinget is az anyacég szabja meg. Az MLM-ben nem tudsz egyénileg akciózni, árat emelni vagy csökkenteni. Csali termékeket a piacra dobni.
Ha az anyacég kivon egy terméket a piacról, hiába szeretnél te vele dolgozni, nem tudsz. Ha az anyacég hirtelen megváltoztatja a marketing tervét, és általában ez az üzletépítők hátrányára szokott történni, akkor hirtelen az eddigi teljesítményed már csak kevesebbet ér. Ez is olyan dolog, ami miatt nagyon alaposan meg kell gondolni, hogy melyik céghez csatlakozol. Amikor valaki ilyen okok miatt leszedi a keresztvizet az MLM-ről, egyenlőségjelet tesz az összes cég közé, és ez nagy butaság. A network marketing alapkoncepciója az, hogy én, mint fogyasztó, elégedett vagyok egy termékkel vagy szolgáltatással, és azt elmesélem másoknak. Pont. Az már az üzleti modell része, hogyha az ajánlásaim hatására valaki vásárol, akkor én az ő vásárlásaiból 100%-ot kapok. Ha nem vásárol, akkor fölöslegesen meséltem el neki a jó tapasztalataimat. De ezzel a munkával járó kockázat. Olyan, mint amikor az autó szerelőnek olajos lesz a ruhája. Az MLM annyival több, mint a direkt értékesítés, hogy én nem csak azoknak a vásárlásából részesülök, akiket közvetlenül én csatlakoztattam ehhez a fogyasztói hálózathoz, hanem az általam behozott fogyasztók által behozott fogyasztók vásárlásaival is. Ezért is nevezik ezt a terjesztési formát többszintű értékesítésnek. Az MLM azt tudja, és ez a legnagyobb ígérete, hogy anyagilag függetlenné válhatsz, szabad lehetsz. Gyakorlatilag kasztot válthatsz, annyira meg tudsz belőle gazdagodni. És szerintem mindenki vágyik egy olyan életre, amelyben csak azzal kell foglalkoznia, amit szeret. Sok ember azzal vádol minket, MLM-eseket, hogy mi másokon élősködünk, mert azért kerül több a termék, hogy mi abból gazdagodjunk. Akik ezt mondják, nincsenek tisztában azzal, hogy hogyan működik a hagyományos kereskedelem, a marketing. A hagyományos kereskedelemben általában nagyságrendekkel többet keres egy terméken a kereskedő, sőt kereskedők, akik egymásnak adják tovább a terméket, mint a gyártó. A vásárlás alapja az áru, a vevő által érzékelt értéke. Ezért lehetséges az, hogy a Domestosért hajlandóak vagyunk 6-szor-7-szer többet fizetni, mint a hipóért. Pedig gyakorlatilag ugyanarról az anyagról van szó. A Domestosnak más a marketingje, ezért kérhetnek el érte többet. Egy igazi MLM cég, aki maga gyártja a termékeit, nem csak átcsomagolja azokat, közvetlenül értékesít a fogyasztói hálózaton keresztül. Ezért nem rakódik rá marketing költség, és nem drágítják meg különböző trükkök, amik a vásárló szemében növelik az érzékelt értéket. Ha egy MLM-ben forgalmazott, magas minőségű árut átadnánk egy nagykereskedő kezébe, meg lehetne nézni, hogy mennyivel emelné fel az árát. Egy jó szlogán kellene hozzá, meg az, hogy még a vízcsapból is az folyjon, és pörögne az eladás. Persze a sok reklám árát rá kellene terhelni a vevőre. Csak figyeld meg magadon a reklámok hatását. Amikor ott állsz a bevásárló központban a polc előtt, melyik terméket teszed a kosaratba? Azt, amelyikről már hallottál valamit, vagy amelyikről még soha nem hallottál semmit? A network marketing a komoly ember számára sokkal több, mint pénzkereseti lehetőség. Természetesen általában a nagyobb bevétel miatt kezdjük el a legtöbben, de ebben sokkal több van. Én úgy szoktam fogalmazni, hogy ebben a szakmában beépített navigáció van, ami megmutatja neked a követendő utat. Ha figyelsz rá, akkor jól haladsz a célod felé. Ha azonban az első kereszteződésnél nem arra fordulsz, amerre ő mondja, akkor ő újra tervez, de te onnantól már nem a célod felé haladsz, vagy legalábbis nem a legrövidebb úton. Mondjuk a csatlakozásod után telekiabálod a Facebook profilodat ezzel az új lehetőséggel, de nem lesz semmilyen eredménye. Vagyis a navigációd azt jelzi, hogy nem jó az irány. Vagy nem törődsz vele, és továbbra is erre haladsz, vagy elkezded megfigyelni, hogy hogyan csinálják mások, akik eredményesebben. Ebben a tekintetben fordulhatsz a szponzorodhoz is, mert neki az a dolga, hogy segítsen. És itt megint útelágazáshoz érsz, mert vagy hallgatsz azokra, akik jól csinálják, és ezzel újra a célod felé haladsz, vagy nem hiszel nekik, és mész tovább rossz irányba. Hidd el, hogy a legtöbb kudarc mögött ez van. Nem figyelnek a navigációra, nem érzékelik, hogy rossz az irány. 2011 óta én annyi mindent megtanultam, hogy szinte kicseréltem. Weblapszerkesztést, szövegírást, neuromarketinget, hírlevélírást, videószerkesztést,
Megtanultam kamera előtt beszélni, megtanultam, hogyan keltsen fel az érdeklődést, és még sorolhatnám. A network marketing egy életmódváltás, a lehető legpozitívabb irányba. Ha odafigyelsz arra, hogy mit javasol a navigációd. Volt olyan munkatársunk, aki nagyon bátortalan volt. Neki például arra lett volna jó az MLM, hogy önbizalmat növeljen. Képzeld el, hogy mennyivel másabb lett volna az élete, ha egy magabiztos, önérvényesítő emberré vált. Sajnos nem akarta eléggé ezt a változást, nem hallgatott a navigációjára, és feladta. De olyan is volt, aki sikeresen legyőzte a kamerával szembeni ellenérzését, és már a szuper videós bejelentkezéseket készít. Hallottam én már olyan beszédeket a színpadról, hogy szem nem maradt szárazon. Teljesen átlagos hétköznapi hősöktől. Olyan emberek képesek az MLM-ben eredményeket elérni, akik maguk sem hiszik magukról, hogy ennyire jók. Hát van ennél szebb, mint amikor sok türelemmel, biztatással és tanulással ki tudod hozni magadból is és a munkatársaidból is a legjobb élményüket. Megváltozik a gondolkodásmódod, az élethez való hozzáállásod, nem a problémákra koncentrálsz többé, hanem a megoldásokra. Ez a szakma meg fog próbálni téged is sokkal jobb emberré tenni. Természetesen csak akkor, ha hallgatsz a beépített navigációt. Ha egy fillért nem keresnék vele, akkor is csinálnám, ezért az előnyért. Sőt, akár még fizetnék is érte, hogy ezt a sok mindent megtanulhassam, hogy megismerjek és együtt dolgozhassak ilyen nagyszerű, pozitív attitűdű emberekkel, mint akiket itt ismertem meg. Neked milyen a munkahelyi kollektívád? Csupa kedves, barátságos ember, akik segítenek neked és veled örülnek, ha sikeres vagy? Ugye nem? A network marketingben ilyen emberek dolgoznak együtt. És van még valami, amit megfigyeltem. Nagyon sok olyan emberrel találkozom, akinek nincsen igazi célja az életében. Egész héten a pénteket várja, egy ember értékét az általa birtokolt tárgyakkal méri le, és maga is ilyen tárgyakat gyűjt. Különösen a saját korosztályomra jellemző a céltalanság. A gyerekek már kirepültek, élik a saját életüket, a házastársak egyre kevesebb közös tevékenység van, ami örömet jelent, és marad a morgolódás, a fásultság, az unalom. Esetleg az unokázás jó esetben. És nagy erőkkel várjuk a nyugdíjat, mert milyen jó lesz majd, ha már nem kell menni dolgozni. A valóságban pedig sok ember a nyugdíjba vonulásával indul el a lejtőn, mert még kevesebb célt lát az életében. A hálózatépítés célt ad, csupa nagybetűvel. Van egy csapatod, aki számít rád, akinek fontos vagy. Elvégzendő feladatokat ad. Nem engedi, hogy elhagyd magad. Megadja a számodra azt, amit a japánok úgy neveznek ikigai. Csak slágbortokban elmagyarázom a lényeget. Ahogy az ábrán látjátok, a mindennapi tevékenységeinket négy nagy csoportra oszthatjuk, és ezek a halmazok metszik egymást. Van, amit szeretünk csinálni, van, amit jól csinálunk, amiért megfizetnek, és végül, amivel hasznára vagyunk másoknak. Ezekben a közös metszetekben van a passziónk, amit szívesen csinálunk, és amit jól, vagy a hivatásunk, amiért megfizetnek, és ami mások hasznára van, és így tovább. És a középső rész, ami mind a négy nagy halmazból beletartozik, azt nevezik a japánok ikigainak. És a hálózatépítés, ha egy becsületes jó szakember csinálja, és egy tisztességes céget képvisel, beletartozik abba, amit szívesen és jól csinál, ami jó másoknak, és amiért még meg is fizetik. És tudományos megfigyelés, hogyha valakinek van ilyen tevékenység az életében, az tetemesen meghosszabbítja az életét, ha szabad ezzel a képzavarral élni. Tehát az MLM egy könnyen, kisköltséggel és kevés kockázattal indítható vállalkozási forma, ami passzív jövedelmet eredményez, célokat és elismerést ad, egy inspiráló és segítőkész csapat tagja lehetsz, és nyitott és pozitív gondolkodásmódot alakít ki. Köszönöm, hogy eddig rám figyeltél, most pedig én figyelek rád. Ha értelmes kérdésed van, tedd fel, és válaszolok rá. Ha a felvételt látod, írj kommentet. Ha csak kekezkedni akarsz, kár a fáradtságért, mert abban nem leszek partner.